Hét nap alatt Rajkától Győri geveztek a lelkes túrázók. A vízi tábor 2017-ben kezdte meg a működését, céljuk pedig a sport, a természetjárás és az egészséges életmód bemutatása a fiataloknak. Olyan jól sikerült az elmúlt hét alkalom, hogy a vezetők is kellemesen csalódtak a digitális generációban. Nem is volt sokaknál telefon és ez nagyon meglepett, és nagyon jó volt, és még ők szóltak rám, hogy tegyem el a telefont. De, de nagyon, jól, nagyon jól lehetett velük ezeket megbeszélni, hogy telefon kevesebbet lenne náluk, inkább figyeljünk egymásra, a természetre, a programokon vegyünk részt, de nagyon aktívak voltak, és úgy vettem észre, hogy élvezték. Úgyhogy szerintem ez nagyon jó volt. A tábor nagy sikeréhez közrejátszhatott a koronavírusos időszak is. Mindenkinek nagyon nagy szükség van, mind a fiatalosnak, mind a felnőtt korosztálynak is arra, hogy végre kiszabaduljon, végre legyen valami program, végre történjen valami. És ezt náluk is észre lehet venni, hogy úgymond vágynak arra, hogy közösségbe legyenek. A kenuzás után minden napra jutott valami program a fiataloknak, legyen szó akár sétáról, fociról, búvárkodásról vagy bográcsozásról. A programok fő részét persze az evezés tette ki, amihez nem ártott egy kis előkészület. Először is szerintem azért úszni azt tudni kell. Bár ez, ezzel nagyon nehéz beborulni egy ilyen kenúval, aztán szerintem az ember mindenképpen kenje be magát, tehát az nagyon fontos, hogy ne égjen le, és legyen elegendő folyadék nála. Barnabás elmondása szerint a vezérevezősükben nagy volt a versenyszellem, de kezdőként is tudta tartani magát a tempóhoz. Én nagyon jól éreztem magam, voltak nagyon-nagyon vicces pillanatok, és voltak olyanok is, amik nem voltak azok, viszont összességében nagyon jól éreztem magamat. Ezeket a túrákat az ország minden pontján megszervezik, jelentkezni pedig egészen a nyár végéig tudnak az érdeklődők.